A vasvári hetekhez kapcsolódóan rendhagyó történelemórát rendeztek a Vasvári Pál általános iskolában. A hetedik osztályos tanulókra csütörtökön kora délután filmvetítés és könyvbemutató várt. Azért a hetedikesek ülnek bent, mert a határtalanul kormányprogram keretén belül ismételten a hetedik évfolyamot Vasvári Pál életútján visszük el a gyalui havasokig, az atlantiszi sírhelyig, és ez mondhatnám, hogy kiváló előkészítése annak a nagyon szép és tartalmas programnak, amit úgy hívunk, hogy megismerjük a kincses Kolozsvárt, de alapvetően Kalotaszeget és a Párciumot. Az Akiket Kalotaszeg nem feled című kötetet Bauer Ferenc, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke és Péntek László mutatták be a gyerekeknek, a szerző pedig kérésünkre a könyv legfontosabb mondani valójára is kitért. Hazafiasság, becsület, öntudatosság és kitartás. Még annyit, ha elmondhatok, hogy az utolsó csatába, amikor székely századok is részt vettek, Vasvári és a Rákóczi szabadcsapat ki tudott törni a román lázadók gyűrűjéből, de mikor vitték a hírt neki, hogy a székely századokat bekerítették és mind megölik őket, ekkor szoktam elmondani, hogy gondolkodás nélkül megfordította a Rákóczi szabadcsapat mind a három századát, visszavezényelte, hogy próbálja menteni a székelyeket. Vasvári Pál és csapata minden tagja hősi halottként vonult be a történelembe, a gyerekek pedig a délután folyamán rengeteg érdekes és tanulmányaik szempontjából hasznos történetet hallhattak az 1848-49-es szabadságharc ezen szakaszáról.